Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a szakma szabályai szerint dolgozzunk, bizonyos protokollokat kövessünk. Ez egyszerűen azt fogja jelenteni, hogy nagyjából egy kiszámítható végeredményt fogunk kapni. Én a bevezető és a köszöntő után gyakorlatilag összefoglaltam azt, hogy a mai modern koncepciók szerint hogyan érdemes rögzíteni bizonyos fogpótlásokat, úgy mint betéteket, héjakat, koronákat, legyen az fémmentes vagy akár fémvázas fogmű. Ezekről beszéltem, ezeket tárgyaltuk végig, ugye az izolálástól kezdve egészen az utolsó lépéséig, a finírozás, polírozás lépéseit is ebbe beleértve. Gyakorlatilag egy szűk 30-35 percen volt mindenre, tehát igazából részletesen ki tudtam térni a betétekre, illetve a héjakra, majd egy pici kis zárásképpen gyakorlatilag a koronák ragasztásáról volt szó. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a szakma szabályai szerint dolgozzunk, bizonyos protokollokat kövessünk. Ez egyszerűen azt fogja jelenteni, hogy nagyjából egy kiszámítható végeredményt fogunk kapni. Tehát gyakorlatilag meg tudjuk jósolni a paciensnek, hogy milyen minőségű munkát tudunk majd elvégezni, és ezt gyakorlatilag minden nap fogjuk tudni biztosítani. Nyilván ez nem lesz ennyire fehér és fekete, de minél inkább tartjuk magunkat a szabályokhoz, hát annál inkább megbízható lesz ez a fogpótlás, amit készítünk, vagy akármilyen restaurált, amit a szájban elkészítettünk. A Microvision Group szemléletét azt osztom én is, meg egyébként Magyarországon még több más fogorvos kollégám, barátom is. Nevezetesen ugye azt, hogy kidolgozzuk azt a folyamatot, amely folyamán fogunk dolgozni. Tehát a pacienssel való első találkozástól az utolsó, úgymond elbúcsúzásig, illetve ebből ugye beletartozik az is, hogy időközönként visszahívjuk a pacienst, tehát gyakorlatilag a teljes kezeléssorozatot, illetve a későbbi kontrollokat is egy vezérfonal alapján vagy mentén fűzzük fel és végezzük el, illetve hát természetesen az irodalomnak, szakmaszabályának megfelelően dolgozzunk és készítsük el a különböző restaurátumokat. Ez tehát ugyanúgy én is képviselem, hogy szeretném minél inkább magaménak tudni ezt. Nyilván a jó pap is voltig tanul, tehát ezért szükséges nekünk is a különböző továbbképzés, ismeretanyagainak a bővítése. Ezt szoktam, vagy hát megpróbálom mindig átadni az előadásaim során is, hogy az emberek erre valahogy hangolódjanak egy kicsit át. Tehát azt gondolom, hogy a mai magyar fogorvos társadalomban ez nem annyira épült még bele. Sajnos nagyon sokszor találkozunk azzal a szemlélettel, hogy hát én így csinálom ezt 20-30 éve, és ez bevált, az elmúlt 200 paciensemben ez nagyon jól működött, akkor holnap is így fogom csinálni. Az én szemléletem szerint ez nem biztos, hogy megállja a helyét. Érdemes a munkánkat bizonyos esettanulmányok alapján, vagy azoknak a következtetései alapján végezni, ahol ugye nem csak mondjuk 100-200 esetet vizsgáltak meg, hanem 5000-6000 követéses vizsgálatot végeztek, vagy akár azt mondhatjuk, hogy már 5-10 éve bevált úgymond technikák szerint dolgozunk. Én azt gondolom, hogy ezekbe érdemes hinni, vagy ezekbe érdemes befektetni, és ezeket a dolgokat érdemes követni.